Sziasztok! A mai videóban egy olyan intézményről fogunk ódákat zengeni, amit mindenki imád, szeret. Ez a Nemzeti Közlekedési Hatóság nevű gitegylet. Én igazából beszántanám ezt az intézményt, mert csak a baj van velük. Ugye nem a Pomáz, meg a Mozaik utca, meg ilyenek a működési rendszer, a szisztéma, a törvénykezés és minden, a jogszabályok. Kuka az egész, négy sarkába trotilt, begyújtani, hadd repüljön, újat építeni, új törvény, minden. Lényeg, egyik barátom fölhívott, hogy van egy autója, amit ő Németországban vásárolt, meghozta, elvitte vizsgára, és kivágták a vizsgáról, mert a rugó piros. Nem alacsony az autó, látják, hogy jól áll a helyén, de piros a rugó. Úgyhogy kérik a TÜV-papírt a rugóról, mert hogy az kell hozzá. Úgyhogy most előállítjuk a TÜV-papírt. A matricát a lengéscsillapítón szépen kimaszkoltuk szigetelőszalaggal, és itt most éppen ráfújom a TÜV-papírt, mert ugyanis megkérdezték telefonon, hogy és akkor mi van, ha lefestjük a rugót? Akkor jó! Na, úgyhogy most jó lesz. Mert akkor már nem piros. És akkor most antikoljuk a gyönyörű szép festőinket, homok kell hozzá. Gyerekek, kész. TÜV-papír rajta. Nem piros. Azt hiszem, ez a rövid kis videó eléggé eszenciáját adja annak, hogy milyen ma Magyarországon az NKH és hogyan működik. Amit mi látunk, az az, hogy Magyarországon az összes ilyen tuning, meg ilyen lehetőség, az el van taposva, el van nyomva, mondják, hogy igen, lehetséges a legális tuning, meg stb. 100 000 számra keringenek, a bontott alumínium felni sose lesz hozzá TÜV-papír, mert nincs, mert 20 éves a felni, meg 10, és az első gazdájánál van, aki ki tudja, hogy kicsoda. De annak a kerétnek nincsen baja. Mit látunk mi? Hogy jön az rendőr, és kiveszi az ültetett golfot, és szerencsétlen hülye gyereket elkezd ízelgetni, hogy hol a papír, meg a sportkormány, meg a tököm tudja, meg az ilyen dob, meg olyan dob, meg amolyan dob. Aki racsingol a Váci úton éjjel, azt análisan kell inzultálni, szárazon előjáték kérdés nélkül, mert ott emberek élnek, laknak, pihenni mennek oda, az nem egy versenypálya. Azokat meg kell kúrni, azzal nincsen hiba. De az, hogy megy az ember az úton, és kiveszik azért, mert másik a kerék, másik ez, másik az, másik az, van egy spoiler, egy szár, az a másik kérdés, hogy valamikor nem is tudja az ember, hogy az egy gyári, az NKH-s, vagy a rendőr, aki elveszi a forgalmidat. Autotuning azóta van, mióta autó, és addig lesz, amíg van autó. Hogyha az emberek átmennek a füvön, akkor nem a fűre tilos táblát kell kitenni, hanem járdát kell építeni. Ez a mai jogszabályi környezet, ami most van, ez erre teljessége alkalmatlan. A másik, ami nagyon fontos, hogy én azt vettem észre, most volt néhány olyan elintézendő ügyem, típusmódosítás, stb. Kapcsán, amikor úgymond a vezetéssel kellett beszélnem. Hát a fejcsere az erősen indokolt, amikor a 20. feltételt támasztották. Telefonon nem lehet elérni senkit, mert nem, csak az automatával lehet beszélgetni. Be kell menni a Komócsi utcába, mint egy börtön vaskapu, vagy ha ki akar jönni, az ember kijön, ha nem, akkor azt mondja, hogy nem akar kijönni, akkor meg véged van. És amikor a 20. feltételt támasztották, és mondtam neki, hogy de uram, ez szőrszálhasogatás, akkor az volt a válasz, hogy igen, az. Tehát amíg ezek az emberek vannak bent az NKH-nál, akik a kommunizmusban szocializálódtak, azok a saját utódaikat is ebben a szemléletben fogják kinevelni, úgyhogy az a lényeg, hogy itt Magyarországon bármilyen hivatalban az az alapállás, hogy hogyan ne. Nem az, hogy hogyan igen, hogyan ne. Valahogy túrjuk le magunkról a melót, így nem, akkor nem kell semmit csinálni. Úgyhogy gyerekek,
Nem tudom, hogy elég magasra rúgtam el a szaros födröt ezzel a videóval, de majd megpróbáljuk magasabbra rúgni, hogyha ez nem veri át a senkinek az inger küszöbét. Ezzel kéne valamit kezdeni. Nem a golfos hülye gyereket basztatni, hanem először olyan jogszabályi környezetet kéne teremteni, ahol lehet normálisan autózni, és lehet tuning autóval járni. Csinálni kell egy hivatalt, egy irodát, egy műhelyt, oda mész a kocsiddal, és valami ezt emberi pénzért, ami a magyar átlagfizetéshez van igazítva, oda jön egy hozzáértő, megnézi, hogy milyen a kocsi, milyen az átépítés, azt nyom rá egy kurva és templit, mint Németországban, így van. Göbös Dokinak a bogarát kivitték oda, Porsche fék volt, minden volt rajta, hát itt nyilván a kapcsolatteremtő 20-assal vizsgázik le Magyarországon, kint megfogták, ott kellett hagyni az autót, megnézték, fizetni kellett X összeget, beírták a forgalomba, mehet. Úgyhogy ez a mai rendszer, ami most jelen pillanatban környezet, körbevesz bennünket, ez csak a korrupció meleg ágya. Csodálkoznak, hogy korruptak az emberek. Gyere, kezdjük el építeni a járdát. Szevasztok!